Kedves barátaim, kedves budapestiek, köszönöm szépen, hogy ennyien itt vagytok ma velem. Budapest sokunkat látott felnőni. Engem látott, amikor Újpalotán megtettem az első lépéseimet, amikor kislány koromban először ültem biciklire az Orci Parkban, vagy amikor első koncertjeimre jártam az EP-be. Budapest látta a nevetéseimet, a könnyeimet, a gyermeki kíváncsiságomat, a dolgozatok előtti izgalmamat. Aztán látotta, hogy idegesen megyek az első munkanapomra. Budapest látott férhez menni, és aztán látta az arcomat, amikor először fogtam a kislányomat a kezembe. Eközben én is láttam ezt a várost. Láttam jobb és rosszabb napjain, láttam szépnek és csúnyábbnak. De egy dolog nem változott, Budapest és köztem, ez mindig is egy love story volt. Budapest minden kerületében van valami, amit magunkénak érezhetünk. A külváros nyugalma, a belváros izgalma, budai parkok, pesti utcák, és minden bájos kettőség mellett örökké itt van a gyönyörű és méltóság teljes Duna. Egy élet is kevés, hogy valaki minden szegletét bejárja és megismerje, mégis olyan könnyű beleszeretni. Ez a város játszi könnyedségé válik, bárki otthonává, nekem emellett még a szenvedélyemmé is vált. Ahogy minden ember életében, úgy az én életemben is sorsfordító volt, amikor szülővé váltam. Anyaként már a saját lányomban látom visszaköszönni azt a kislányt, aki biciklizni tanul a parkban, aztán egyszer majd koncertekre jár. Most már anyaként sem mindegy számomra, hogy gyermekeink milyen városban nőnek fel. Nem mindegy, hogy olyan lesz a Budapest, amit gyermekeink is megszerethetnek. Én olyan Budapestet szeretnék, ami gondoskodik a lakóiról, tanítja a fiataljait és tiszteli az időseit. 2010-ben a jobboldali erők történelmi győzelemmel szerezték vissza az országot az embereknek. Ebből Budapest sem maradt ki. 2010-től a fővárosi közgyűlésben képviselőként, majd 2014-től Budapest főpolgármester helyetteseként dolgozhattam, egészen 2019-ig, azaz addig a pontig, ameddig dinamikusan tudott épülni és szépülni a város. A kormány és a főváros akkor tudott együttműködni. Köszönjük Tarlós Istvánnak ezt a fantasztikus és a város életében páratlan fejlődést hozó korszakot. Mellette megtanulhattam, hogyan lehet kezelni Budapest összetettségét úgy, hogy közben egységes egészként gondolunk rá. Azt is megértettem, hogy a Budapest iránt érzett szenvedély munkával párosulva valódi eredményekhez tud vezetni. Márpedig eredmény volt bőven ebben a 9 évben, ami példátlan fellendülést hozott a budapestiek életébe. 2010 után óriási volt a város tartozása, ehhez képest Karácsonyék több mint 200 milliárdos tartalékkal vehették át a stafétát. Ez a 9 év is bizonyította, hogy Budapest akkor tud előrelépni, ha közösen építjük, és nem akkor, amikor politikai csatározás terepe. Elkészült a budai fonódó villamos, megújult a főváros járműparkja, rendbe tettük a közterületeket, kezeltük a hajléktalan kérdést, befejeztük a 4-es metrót, elkezdtük a 3-as metró felújítását. Molbubi, kulturális fejlesztések, Margit-sziget, sportberuházások és elképesztő turisztikai fejlesztés folytathatnám, de gondolom ti sem egy termelési jelentésért jöttetek ma ide. Nagy megtiszteltetés volt Budapestet szolgálni fővárosi képviselőként, főpolgármester helyettesként, aztán megtisztelő volt a hazámat szolgálni kormányszóvivőként, most pedig örülök, hogy újra értetek, budapestiekért dolgozhatok. Az a kislány az Orci Parkban biciklizve nem is képzelte volna, hogy egyszer lehetősége lesz visszaadni a városnak, amit kapott. Én szeretem ezt a várost. Szeretem a lakóit, a történelmét, a történeteit, és örömmel dolgozom érte.
És talán több mint 150 év után megérdemli ez a város, hogy a jövőjére ránézzünk női szemmel is, mert Budapest kapcsán mindig a pesti srácot emlegetjük, vagy a Pál utcai fiú karakterei elevenednek meg előttünk, pedig ennek a városnak a története épp ugyanúgy elválaszthatatlanul összefonódik Teleki Blankával, Slachta Margittal, vagy Wittner Máriával. Nézzünk rá női szemmel. Szeretettel, de tárgyilagosan. Lássuk olyan szépnek, csodálatosnak, amilyennek szeretnénk látni, de lássuk úgy is, amilyen valójában. Az egyik szememnek Budapest mindig csodálatos, mert szeretem. De a másik látja azt is, hogy milyen most. Így arról is tudok képet alkotni, hogy milyen lehetne, ha azok is szeretnék, akik irányítják. De ha körülnézünk, sajnos azt tapasztaljuk, hogy akik ma irányítják, azok nem szeretik Budapestet. Azok csak a pénzt és a hatalmat szeretik. És ennek a mohóságnak a kárvallottja a nemzet fővárosa és a benne élő emberek. Szerintem Budapest egy olyan hely, amiért érdemes küzdeni. A főváros az otthonunk, ami megérdemli a gondoskodást. De milyen hely is ma Budapest? Kiknek a kezében van, és hogy bánnak vele? A Városházán 2019-ben összeállt a harmadik Gyurcsány kormány. Véget ért az a virágzó 2010 és 2019 közötti időszak, ami a főváros és a kormány együttműködő építkezését jelentette Budapesten. 2019 óta újra Gyurcsány korszak van a fővárosban. A hétvégi DK-s rendezvényen is láthattuk, hogy már nem is próbálják titkolni, hogy ki irányít a Városházán. A főváros Gyurcsány fogságában van. Erről tanúskodik minden, amit csinálnak. A DK-MSZP párbeszéd összeborulás valójában azt jelenti, hogy mind bevonultak Gyurcsány Ferenc mögé. A Gyurcsány család karácsonnyal ölelkezik a színpadon, valójában azt ünneplik, hogy a Feri párt ad nekik levegőt, ad nekik helyet a listán. Karácsony pedig 2018-as MSZP-s miniszterelnök jelöltsége után ismét talált egy új gazdatestet a baloldalon, megint lehet listavezető, most a fővárosban. Azért jó messzire jutott a főpolgármester, korábban arról beszélt, hogy csak unikummal tudja elfogadni, hogy Gyurcsánnyal a közös listán szerepeljen. Hát ha akkor unikum kellett, akkor reméljük, hogy most nem fog alkoholmérgezést kapni. Mi is lett? Mi is lett ennek a nagy ölelkezésnek az eredménye? A kassa üres, a város koszos, a budapestiek nagy része dugóban rostokol, vagy épp a megállókban, mert busz ugyan jön, de ritkábban. Az utakon, kátyukon bugdácsolunk át, vagy veszélyes kerékpársávokon tekerünk. A gondozott zöld parkok helyett gazos mélylegelőkön sétálhatunk, az utcák pedig közben olyan szemetesek és piszkosak, mintha állandó a lomtalanítás lenne, amit végül soha senki nem takarít el. Eközben legalább valakik jól járnak, hiszen a főpolgármester úr használja a buszsávot, de csak is persze hivatali sofőrrel, a cégvezetői, tanácsadói pedig a tengerparton home office-oznak. A Városháza eközben a Gyurcsány család udvari cége lett. Úgy is működik. A haveroknak jár a milliós fizetés meg a jutalom, hol hivatalos, hol kevésbé hivatalos formában. Úgy tűnik, Karácsony Gergely, a csőd polgármester elfelejtette volna, hogy egy város vezetése a cselekvésről szól, nem pedig az üres ígéretekről. 5 év után elég hosszú lett a be nem váltott ígéretek listája, jut is belőle bőven minden kerületnek. Miközben mi térdig járunk a szemétben és ülünk a dugóban, addig az ő legnagyobb teljesítménye egy szelfi a Blaha Lujza téri WC-vel. Minden, amit Budapesten hallunk, az a baloldal lejárt lemezének a nyikorgása. Ez Budapest vezetéséhez nagyon-nagyon kevés. Olyan főpolgármesterre van szükségünk, aki tényleg a város szolgálatába tud állni, nem olyanra, aki az országos politikai játszmák sakktáblájaként tekint Budapestre. Olyan jövőt válasszunk, ahol a vezetőnk értünk dolgozik, nem Gyurcsányért. És nem először hagyja magára a várost a baloldal. Történelmi hagyománya van annak, ahogy kifosztják a fővárost.
Romboltak az átkosban, majd a Demszki érában a rendőrök és nyomozók egymásnak adták a kilincset, hogy a baloldali politikusokat vigyék a rács mögé. Kivéreztették a várost, mindent, ami mozdítható volt, elvittek, tönkretettek. Emlékezzünk csak, szó szerint megpróbálták pénzét tenni még a városházát is. Ma abból fakad a főváros minden problémája, hogy Gyurcsány a régi bizalmasait ültette Karácsony köré, akikhez elfolyik a budapestiek pénze, ezért kong üresen Budapest kasszája. Azért vannak járatritítások, mert az erre szánt forrásokat Gyurcsány embereinek kell kifizetnie. Azért ülünk a szmogban és a közlekedési dugókban, mert a nemzet fővárosa gazdátlan. Karácsony Gergely Budapest ügyeinek intézése helyett Gyurcsány utasításainak teljesítésével van elfoglalva. De hova lett a pénz? Hiszen mindeközben nem építettek egyetlen kilométer új metró vagy villamosvonalat sem, sőt, járatokat ritkítanak, tovább nehezítve a külvárosok és a lakótelepeken élők helyzetét. Csillagászati magasságokba emelték a parkolási díjakat. 5 év alatt sem valósították meg a 3-as metró klímáját. Mondjuk ezt a múlt héten megint megígérte Karácsony Gergely, de lehet, hogy csak azért, mert odaadták a kezébe véletlenül az 5 évvel ezelőtti kampányfüzetét. Pénzhiányra hivatkozva kukákat szerelnek le Budapest közterületein, miközben ellep minket a szemét és a kosz. Hogyan lehetséges, hogy a fentiek ellenére Karácsony Gergely évente 406 millió forintot fizet a 42 fős tanácsadó testületének, és a főváros csőd közeli helyzete ellenére több mint 100 millió forint jutalmat osztott szét tavaly, ezen belül csak a BKV és a BKK esetében 65 millió forintnyit. Mindez pontosan azért lehetséges, mert Gyurcsánynak van főpolgármestere, a budapestieknek nincs. Minden, amit Budapesten látunk, arról szól, ahogyan Karácsony Gergely hű inasként serénykedik a Gyurcsány villában. Közben olyan a városháza, mint egy brazil szappanopera, amiben soha nem történik semmi új, a cselekmény nem halad, ráadásul borzasztóak a színészek is. Mind ismerjük ezt a tempót, nem számíthatunk semmi újra tőlük. Karácsonyék ugyanazok az emberek, ugyanazokkal a kamu ígéretekkel, ugyanazzal a Gyurcsánnyal az élükön. Üzenjük meg nekik, hogy elég volt. Ha engem kérdeztek, itt az idő kikapcsolni a Gyurcsány Show-t Budapesten. Az elmúlt években Karácsonyék megmutatták, hogy mire képesek együtt, vagy inkább azt, hogy mire nem. A saját zsebüket teletömték, emiatt közben lemondtak a városról. Szerintem ezért a városért már pedig megéri küzdeni, mert sokkal több van benne. Ez a város nem topoghat egy helyben, ennek a városnak haladnia kell. Ez a város nem lehet koszos, ragyognia kell. Ez a város nem lehet szürke és kopott, ennek a városnak szépnek és méltónak kell lennie. Ne felejtsük el, hogy Budapest a magyarság történetének legsikeresebb vállalkozása. Ne engedjük, hogy ezt az álmot elvegyék tőlünk, ne engedjük, hogy más mondja meg nekünk, hogyan éljünk, és végképpen ne engedjük, hogy a baloldal merjünk kicsit lenni politikája jellemezze büszke városunkat. Vegyük újra a kezünkbe Budapest sorsát, mert megérdemli, hogy küzdjünk érte. Egyszer már megmutattuk, hogy milyen ez a város, ha jobboldali kezekben van, most ismét itt van a lehetőség. És van is egy tervem. 7 pontban összegeztem, hogy hogyan lehet újra naggyá tenni Budapestet. 1. Kiszabadítjuk Budapestet Gyurcsány fogságából. Gyurcsányt és az embereit takarítsuk ki a városházáról, mert jelenleg az ő emberei irányítják Budapestet. Gyurcsány Ferenc volt miniszterei, kabinetfőnöke, pártjának jelenlegi politikusai, mind a városháza és a főváros különböző intézményeiben ülve ellenőrzik, hogy Karácsony mindent a főnök utasításai szerint csinál-e. Én az összes Gyurcsány fiókát ki fogom rakni a városházáról. Ha rajtam múlik a gyurcsánytalanított városban,
háborúskodás helyett a kormánnyal való együttműködés zajlik a budapestiek érdekében. Ne Gyurcsánynak legyen főpolgármestere, hanem a budapestieknek. 2. Véget vetünk a városházi korrupciónak. Rodolfo nem ismert annyi trükköt, mint ahogyan a baloldal eltünteti a közpénzt. Csőd közelébe került a városa felelőtlen gazdaságpolitika miatt. Karácsony Gergely elismerte, hogy a főváros pénzügyileg a béka feneke alatt van. 2019-ben több mint 200 milliárd forintos tartalékkal adtuk át a várost Karácsonyéknak, ráadásul az állam 2019 és 2023 között több 100 beruházást hajtott végre Budapest területén. A főváros iparüzési adóbevétele közel duplájára emelkedett, a ciklus alatt már 1100 milliárd forintot tesz ki. Hova lett ez a pénz? Egyre nyilvánvalóbb a válasz, Gyurcsány embereinek zsebébe folyt el. Felelős városgazdálkodást ígérek, és azt, hogy létrehozzuk a fővárosi költségvetési tanácsot, ami ellenőrizni fogja a város pénzügyi stabilitását. 3. Felszámoljuk a pazarló budapesti bürokráciát. Elég volt a párhuzamos munkahelyekből, a sportállásokból és a fölösleges tanácsadókból. Nem lehet, hogy több embert tartsunk ugyanarra a feladatra, különböző pozíciókban a budapestiek pénzén. A budapestiek most fájdalmas plusz adókat fizetnek, tanácsadókat. A 406 millió forintos, 42 fős tanácsadói testület luxus ahhoz képest, hogy a városnak nincsen pénze kukákra. Véget vetek a luxus kifizető helyeknek. 4. Megszüntetjük a közlekedési káoszt. Mindenki érzi és tudja, hogy a közlekedést ma egyetlen szó jellemzi, a káosz. Karácsony nem csak autót, város sem tud vezetni. Autósok, biciklisek és tömegközlekedők nem lehetnek egymás ellenségei az utakon. Életvezetési tanácsok helyett talán egyeztetni kellene a közlekedőkkel, mielőtt ráborul a festékes vödör az utakra. Az átgondolatlanul felfestett biciklisávok, a parkolók hiánya, a dugók, a járatritkítások mind oda vezettek, hogy az országon ma gyorsabb keresztül menni, mint a városom. Karácsony persze elmondta, hogy akit zavar a dugó, az menjen gyalog. A főpolgármester úgy látszik, nem érti, hogy az emberek nem jó szántukból ülnek buszra, autóba vagy biciklire. Ne várja el a melóstól, hogy létrával buszra szálljon, a babakocsi toló anyukától meg, hogy biciklizzen. Különböző élethelyzetek, különböző megoldásokat kívánnak, a főpolgármesternek pedig az lenne a dolga, hogy e szerint alakítsa a közlekedést. A dugók miatt a légszennyezettség is jelentősen nőtt a fővárosban. Néhány gumikaró lerakása a főpolgármester klímaszorongását lehet, hogy csökkenti, de a levegő szennyezettségét nem. A káosz megszüntetését járatsűrítéssel, a városhatárban felhúzott ingyenes, őrzött P+R parkolók létrehozásával, a tizedére csökkentett útfelújítási alap felélesztésével lehet megvalósítani. Én ezekért fogok dolgozni. 5. Tisztaságot és rendet teremtünk a városban. Az nem lehet, hogy térdig járunk a koszban és a szemétben. Karácsony Gergely 3000 kukát szereltetett le, ez a fővárosi kukaállomány közel egyharmadát jelenti. Látjuk az utcákon, ennek meg is lett az eredménye. Spórolásra hivatkozva szerelte le a kukákat, sőt, csak nem 2 milliárd forintot elvett a köztisztaságért felelős cégtől. Ezután annak igazgatója azt mondta, hogy a lakosság lehetőség szerint vigye haza a közterületeken keletkezett szemetet. Felháborító. Duplázzuk meg a köztisztaságra fordított forrásokat. Több fizikai dolgozó, több takarítógép kell a városba. És ha már itt tartunk, szabadítsuk már meg a várost a graffitiktől. És itt van még a hajléktalanság kérdése is, aminek a megoldására csak ígéretet hallottunk. 2019 előtt mi nem csak beszéltünk, kezelni is tudtuk a helyzetet. A jelenlegi állapot senkinek sem jó, sem a budapestieknek, sem hajléktalanoknak. 6. Otthonossá
és élhetővé tesszük Budapestet. Én egy olyan város szeretnék, ami gondoskodik a lakóiról, tanítja a fiataljait, és tiszteli az időseit, és ahol mindenki otthon érezheti magát. Budapest ma nem egy ilyen hely, ez a város most gazdátlan. A közterek és a lakói is magukra vannak hagyva. Létre fogom hozni a városgondnokságot, hogy a város közterei ápoltak, tiszták és biztonságosak legyenek. Legyen a köztereknek gazdája. Ingyenes, köztéri wifi hálózatot hozunk létre, hogy mindig elérhessük egymást. Új, óvodai helyeket és nyugdíjas otthoni férőhelyeket létesítünk a kerületekkel együttműködve. Ahogy az utakon sem lehet különbséget tenni biciklis, gyalogos és autós között, úgy a lakók esetében sem teszünk különbséget fiatal, családos és idős között. Budapest mindannyiunk otthona. És hét, újra naggyá tesszük a nemzet fővárosát. Budapest mindig akkor tudott fejlődni, amikor együtt működött a kormánnyal. Használni és gyarapítani kell a város kultúráját, meg kell becsülni épített örökségét, mert Budapest építészete páratlan. Bújjanak elő a gyönyörű épületeink, és ne csak a műemlékek, hanem az omladozó, századfordulós homlokzatok is. Ennek érdekében eredményes és működő homlokzat felújítási programot hozunk létre. A buli turizmus mellett a nagy költési hajlandóságú turistákat és a minőségi turizmust is támogatjuk. Budapest olyan turistákat érdemel, akik tisztelik és értékelik ezt a várost. Visszaadjuk a Dunát a budapestieknek. Bevonjuk a folyót a mindennapi életbe, újraindítjuk a BKK hajó járatait. Kedvezményes múzeum, színház és művészmozi látogatást teremtünk a budapestiek számára. Új lehetőségeket kell biztosítanunk, hogy a budapestiek is élvezzék mindazt, amiért a turisták idejönnek. A kultúrához való hozzáférés mindenkinek jár. Egy kultúrház fejlesztési programmal a lepusztuló külkerületi kultúrházak helyett nyissuk meg ezeket a fiatalok, a családosok, az idősek közösségi terének. A következő hetekben szeretném minden budapestivel megismertetni ezt a 7 pontos tervet, a változás tervét. Adjuk meg a budapestieknek, amit megérdemelnek, és adjuk meg karácsonyaiknak is, ami nekik jár. De beszélnünk kell még valamiről. Bajós árnyak jelentek meg a városunk felett egy kísértetiesen aktuális évfordulón. Idén 80 éve kezdődött meg Budapest ostroma. A II. Világháborúban a várost gyakorlatilag porig rombolták. Kerületről kerületre haladt a háború szörnye, és nem kímélt senkit és semmit, vért kívánt, a budapestiek vérét. Ennek a közelsége ma újra reális fenyegetés, mivel ma újra háborús lázban ég Európa, és benne a magyar háborúpárti baloldal is. Karácsony Gergely maga is úgy fogalmazott, hogy háborúban állunk. A kialakult, pattanásig feszült helyzet a választásnak sokkal nagyobb tétet ad, hiszen a háború borzalma ismét fenyeget minket, és Magyarországon elsősorban a fővárosban élőket, minket, budapestieket. 80 éve nem volt olyan rég. Még ma is élnek köztünk olyanok, akik átélték az ostromot, akik az óvóhelyeken vészelték át azokat a borzalmas heteket, hónapokat. Biztos vagyok benne, hogy egyikük sem akarja újra átélni a hidak felrobbantását, az otthonaik elpusztítását, a szeretteik elvesztését. A tét nagy, mondjunk nemet a háborúra.
Az eddig elmondottakból is láthatjátok, hogy az előttünk álló kampány nem lesz egyszerű menet. A következő néhány hét rázós lesz, és itt nem csak a budapesti kátyús utakra gondolok. Az igazi építő munka viszont csak utána kezdődik, akkor, amikor a város újra a budapestieké lesz, nem pedig Gyurcsányéké, mert nem érdemelnek még egy esélyt. Egyszer már megmutattuk, milyen egy olyan városvezetés, ami nem előre megírt kottából játszik, hanem a város érdekében maga diktálja az ütemet. Tiszta utcák, biztonságos közterek, akadálytalanabb közlekedés. Mindez egy városban, amire jó ránézni, amiben jó élni, a városban, ami látott és segített felnőni. Ha bizalmat szavaztok nekem, olyan főpolgármester leszek, aki odafigyel rátok, aki meghallgat titeket, és aki a ti valós problémáitokkal foglalkozik. Akinek nem külföldről vett dollárok és ideológiák diktálnak. Engem a hitem, a szívem és a város iránti szenvedélyem vezet ebben a küzdelemben. Én azt tudom nektek ígérni, hogy ahogy eddig is, itt vagyok, itt leszek, számíthattok rám. De ez nem egy egyszemélyes feladat. Ez a mi közös álmunk, amit együtt fogunk valóra váltani. A mi erőnk mindig a páratlan közösségünkben volt, és csak mi vagyunk elég erősek ahhoz, hogy legyőzzük a múltat. Mi mind szenvedélyesen szeretjük ezt a várost, és minden ezzel kezdődik. Együtt fogjuk megírni Budapest történetének új fejezetét, egy olyan fejezetet, amit büszkén mesélhetünk majd a gyerekeinknek és az unokáinknak. Ez a történet velünk kezdődik itt és most. Budapest a mi városunk, Budapest a mi otthonunk, Budapest mi vagyunk, vegyük hát vissza. Hajrá Magyarország, hajrá Budapest!